Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts velünk az úton ma is! A fogyókúra valójában hízókúra? Hogyan együnk jól? Vendégünk Illés Csilla, mentálhigiénés szakember, coach. Erről lesz szó mai adásunkban, és engem nagyon izgat, hogy mi is jön ki a végén, mert bennem is van egy kis kényszerevő. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is! A fogyókúrában benne van a neve is, hogy ez egy kúra, valameddig tart, és hogy igazából hiába is fogyunk le mondjuk x idő alatt 20 kilót, utána azt abba hagyjuk, és újra fel fogunk hízni, ez biztos. Annál is inkább, mert hogy a fogyókúra alkalmával sanyargatjuk azért a testünket, hiányállapot jön létre bennünk. A gondolataink állandóan az ennivalók körül forognak, mert ugye ami tilos, az annál inkább arra gondolunk. Izgalmas. És izgalmas, igen. És ha jön egy esemény, egy élet, valamilyen stressz, vagy bármi, akkor bizony ez így összeomolhat, és akkor már azt gondoljuk, most már minden mindegy, és akkor mindent bele. Neked volt ilyen állapot élet? Persze, hát szerintem nincs olyan nő a földön, aki ne fogyókúrázott volna, mert főleg fiatalon, persze én is sokszor elrontottam a helyes táplálkozást némi fogyókúrával, ami aztán ugye jó effekt, ugye ismerjük, hogy így van. Ez mibe csúcsosodik ki. Így van, és hogy így az anyagcserénk is ugye megviselődik, az önbizalmunk is megviselődik, és akkor ugyanakkor van a testnek egy olyan súlypontja, amihez így tartja ugye magát. Hogyha fogyókúrázunk, akkor nagyon-nagyon hirtelen levisszük, és ugye amikor visszajön, akkor ugyanarra szintre jön vissza, mint ahogy elkezdtük, mert nagyon-nagyon-nagyon hirtelen vittük le. Tehát az is a lényeg egy életmódváltásban, amikor megtanulunk jó lenni, hogy nem 20 kilókat fogyunk két hét alatt, hanem havi 2 kilókat, és azt megtartjuk, hogy ezt a súlypontot ezt szépen finoman visszük le, mert az a lényeg az egészben, nem hogy 20 kilót fogyunk, vagy 10 kilót, vagy 30 kilót, hanem hogy ezt 5 év múlva is megtartsuk. És hogy ehhez az én meglátásom szerint meg kell tanulnunk jól enni, akármennyire is furcsa hangzik. Mit jelent ez, hogy jól enni? Azt jelenti elsősorban, hogy jól eszem, hogy akkor eszem, ha éhes vagyok. Tehát figyeljünk a testünk jelzéseire? Mindenképpen figyeljünk a testünk jelzéseire. Tehát a tudatos evés az nagyon-nagyon fontos. A 21. században elengedhetetlen, amikor annyi inger éri az embert az evéssel kapcsolatban, hogy ha nem figyel oda, nem tudja kontrollálni magát, akkor biztos, hogy elcsúszik. Ez egyébként nekem is segített, amikor mondjuk benne voltam egy olyan diétás programban, most ezért nem tudományosan hangzott, nem, amikor tehát odafigyeltem az étkezésembe, hogy, és még az elején voltam, hogyha nyúlni akartam valami ételért, akkor mindig megkérdeztem magamtól, hogy most valóban éhes vagyok, oké, és ebből az ételből valós energiát fogok előállítani, és sokszor emiatt utána nem is ahhoz nyúltam van egy másik ételhez, vagy éppen ittam vizet, mert sokszor az éhség az inkább szomjúság. Pont, hogy a szomjúságot mondtad, szerintem az a megtévesztő ebben, hogy ugye amikor szomjasak vagyunk, akkor már sokkal korábban innunk kellett volna, de akkor az evéssel ez pont nem így van. Pontosan, most a szomjúságot azt nagyon jól említetted, hogy mik helyett eszünk. Ugye, ha valaki éhes, azért az általában akkor enni fog, ha valaki szomjas, azt általában, hogyha érzi ezt a szomjúságérzetet, nem, ahogy az Anita is mondta, nem elégíti ki rögtön, hanem eltolja, de a szervezetünknek viszont szüksége van vízre, és a kakaós csigából is kinyeri a vizet. Amennyit kinyer, és akkor eszünk. Ugye, akkor is szoktunk enni, hogyha fáradtak vagyunk nagyon, nem alszunk, energia kell, akinek volt kisbabája, és éjszaka fel kellett kelni, ringatni, mert síros volt a gyermek, biztos, hogy vagy tanulni kellett éjszaka, akkor is energia kell, és nem salátaleveleket tettünk ilyenkor, hanem ugye csokoládét, meg valami jó zsírosa. Igen, ilyenkor nem salátalevelekezünk valóban. Azt szokták mondani, szuper kis könyvben olvastam, majd be fogom linkelni,
hogy érdemes már előre például répát szeletelnünk hosszú csíkokra, vagy bárkor alábbit, ami ropog, belerakni egy kis tálkába, és elhelyezni az életterünkbe azokon a helyeken, ahol egyébként szoktunk lenni, hogy amikor nassolnánk, akkor legyen kéznél rágcsálni való, hogy rágunk tőle, kellemes az íze is, meg hogy rágunk is ezáltal. Igen, hát a rágás az agyunkat. Így van, és stresszlevezető is. Tehát az minden, ami roppan, ami rág, az mind stresszlevezető. Hát én stresszlevezetésnek sokszor használom az evést, ami tudom, hogy nem jó, nem tudom, hogy ettől hogy lehet megszabadulni. Hát úgy, hogy megnézzük azt, hogy mitől stresszelsz, és hogy lehetne azon segíteni elsősorban. Ez is egy nagyon jó felvetés, mert ugye az ételre, az evésre nagyon sok minden rápakolódik. Nagyon sok olyan pszichológiai dolog, ami nem odavaló. Igen, és pont az előző adásban említetted, igen, ugye a gyász és a veszteség feldolgozásnál a gyerekkorban, hogyha elvették ugye a gyerektől a vödröt, és akkor egy csokival jutalmazták, hogy nem baj, hagyjad, hadd vigye, és igen, akkor a csoki a bánatot kompenzálta, igen, és hogy ez így beépül a szervezetbe. Úgyhogy lehet, hogy ez valamilyen gyerekkori beépülés. Persze. Például a mozgásnál is, tehát a mozgás helyett is eszünk. Tehát a mozgás az nem egy választható dolog, az kötelező. Ha nem mozgunk, azt megesszük. És úgy ugye hányszor volt az? Érdekes mondat. Mondjuk el még egyszer, kicsit hagy értelmezzem, hogyha nem mozgunk, azt megesszük. Igen, igen. És ez például, ez is egy ilyen, amit Anita említett, ilyen beépült dolog gyerekkorunkból. Biztos, hogy, hát én csináltam sajnos a gyerekemmel, hogy amikor vittem el mondjuk vásárolni, és babakocsiba volt, és akkor ő ott hisztizett, mert mozogni akart, és akart futni, és akkor utána oda került a kezébe nem az alma, meg a répedarabkák, hanem ugye a kifli csücske, vagy a kakaócsiga, így van. És összekapcsolódott, és megnyugodott. Összekapcsolódik az agyával a gyereknek, hogy nem mozoghatok, de ehetek, így meg tudom magam nyugtatni, tehát nagyon szépen ez összekapcsolódik. Ez nagyon fontos, ez nagyon gondolat, durva, amit mondtál. Igen. Itt most szerintem sokaknak van egy aha élménye, találnak. Igen. Akiknek ilyen problémát okoz az evés, igen, vagy nem mozgás. Egyszerűen megesszük azt is, hogyha nincs intimitása az életünkben. Tehát megesszük azt is, igen. Hát ez annyira szép kifejezés, én ezt még soha nem hallottam. Igen. Tehát a simogatás az egy alapvető élmény az intimitás az embernek. Igen. És a másik, amit hogy akkor is eszünk például, hogyha nem minőségi táplálékokat eszünk, ez azt jelenti, hogy például hiányod van rostból, vagy bármiből, hiába leszel mást, akkor is éhes fogsz lenni, mert azt az igényedet nem elégítetted ki. Nem beszélek itt most a bélbacikról, amik tök érdekesek még, hogy van, aki azt mondja, hogy először, amikor elkezdek enni, akkor megetetem a bélbaciaimat rostokkal, hogy azok szépen dolgozzanak, jól dolgozzanak, hogy a karcsúságomat segítsék, és hogy figyelek arra, hogy a testemnek egyébként milyen jelzései vannak, hogy kiegyensúlyozott táplálékkal érdemes élni, hogyha így a testünkre ugye figyelünk, és hát miért ne figyelnénk, ugye ez az a hely, ahol élhetünk egyedül a testünk az életünk során, folyamán. Te mivel találkozol a mondhatom így praxisod során, ami leginkább probléma az emberek étkezésében? A mértékletesség mindenképpen, hogy mi az, ami elég. De erre nagyon-nagyon jó gyakorlatok vannak, mert hogy így először is nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mikor laktunk jól. Egy kisbaba tudja, hogy mikor lakik jól, érzi azt, hogy mikor elég a táplálék. És mi elvesztettük ezt az érzékelésünket, vagy nem figyelünk rá, de ezt újra meg lehet tanulni. Amikor odafigyelve lassan eszünk, akkor érezzük azt, hogy körülbelül mennyi az az étel mennyiség, amitől mi jól laktunk. Érdemes azt figyelni, hogy körülbelül 3/4 részig legyen tele a gyomrunk, mert akkor magunknak kedvezünk, hogyha tele tesszük, akkor az orvosnak van egy ilyen kínai mondás. Igen. És ők egyébként a japánok vagy a kínaiak arra figyelnek, hogy ők 80%-ig lakjanak jól, ezt
És ezt meg lehet érezni, ezt tőlük. A százalékos arányt, hát, hogyha odafigyelsz. Hát, ha odafigyelsz, és egyszerre rá fókuszálsz erre, és az evésnél az is fontos, hogy lassan együnk. Általában az emberek ugye a felgyorsult életritmusok miatt rettenetesen gyorsan esznek, nem adják meg a módját, hogy szépen leülök, igen. És ott vagyok az evésemnél. Hogy biztos nektek is megvan az a kép, hogy ott van egy hatalmas nagy mennyiségű kaja előttetek, és közben telefonáltok, vagy dolgoztok a számítógépen, vagy tévét néztek, vagy beszélgetek, és aztán néztek, és úristen, hol van? Megette? Mi? Előbb még itt volt, és üres, kiette meg. Hát ez a kiette meg, ez nekem is sokszor. És akkor, bocsánat, még az, és akkor azt mondom, hogy tele, érzem, hogy tele van a hasam, de nem volt meg az élmény, hogy ettem. Az evés élménye. Igen, és akkor ezt a tele hasam, még azért rányomok pár dolgot, hogy ez meglegyen. Ezért fontos az, hogyha eszem, akkor ott legyek mindenképpen, és úgy szoktuk azt mondani, én is szoktam azt mondani, és ez tényleg nagyon jó élmény, hogy ugye egy ételnek van látványa. Hányszor van az, hogy tele van a hasunk, de hogyha látunk egy szép szakácskönyvet, és abban látunk egy gyönyörű képet, hogy azzal meg tudjuk kívánni a kaját. Az órunk, van illata. Hányszor van az, hogy megvan-e az a kép bennetek, hogy jól vagytok lakva, bementek a metro aluljáróba, és ott ugye a sajtos pogácsának az illata, az annyira, és akkor nem vagyok annyira jól lakva, ugye nem fókuszálok rá, hogy ne tudjak benyomni még, hát kettőt, mert ugye párosával jók az ilyenek. Akkor hogy így a van hangja is az ételnek, hogy eszem, vagy például egy mazsoláta, hogy nem a csámcsogásra gondolok, hanem hogy roppan, vagy pedig a mazsolának is van az a kis pukkanása, ahogy elharapod. Hát amit figyelni most mondasz, hogy a jelenben lenni. A jelenben lenni, így van, meghívni az összes érzékszervet a szájba levő bulira, hogy az agyunkba tudjuk azt, hogy mi most eszünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyünk. A tudatosság az mindenképpen fontos, és a lassúság, hogyha lassan eszel, lassú ritmusban eszel, sokkal kevesebbet fogsz enni, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogyha behabzoljuk, akkor nem tudjuk azt, hogy most ettünk, nem ettünk, és például volt egy olyan kísérlet, hogy csirke rántott szárnyakat tettek egy hatalmas nagy tára, és akkor talán valami sportolók elé, és akkor valahol elvitték így a maradékokat, a csontokat, valahol meg ott hagyták, és hogy sokkal többet fogy, ismered akkor a sztorit, igen, sokkal többet fogyasztottak azok, akiknél elvitték a csontokat, ellátták, hogy mennyit esznek. De egyébként erre nagyon valamit mindjárt. Bocsánat, akkor mondjál. Mert hogy már előbb említetted a mértékletességet, és itt, hogy mennyit eszünk. És itt van egy ilyen teletányér elv egyébként, mert addig eszünk, ameddig van étel a tányéron, és ezért nagyon fontos, igen, milliónyi kutatás, hát millió, meg nem most biztos, nálam az ebédnél is, ugye benne volt a vacsorám, igen. És az ebédben is megettem, mert el kellett fogyasztani. Ez nagyon-nagyon fontos, amikor eszünk, akkor ne a legnagyobb tányérra szedjünk, ki tudjuk egy kicsit cselezni magunkat, használjunk inkább kisebb tányért, és azt pakoljuk úgymond tele, mert elégedetnek kell lenni az agyunknak is magával az evéssel, tehát, hogy megegyük az összeset, és hogyha ezt nem tudjuk máshogy kicselezni, csak hogyha annyit szedünk, egy tányérra, amennyit úgy gondoljuk, hogy megeszünk, és ez legyen minél kisebb tányér. Így van, és pakoljunk erre a tányérra mindent oda, mert hogy nekem kétszer, háromszor szedni, akkor igen. Azt gondolok, ez az adagom, ezt megeszem, és utána nincs tovább. Valahogy érdemes lenne lezárni az evéseket valami rituáléval. Azzal például, hogy iszom utána egy kávét, vagy mondjuk megmosom a fogamat, és akkor már így nem fogok utána nasszolni, mert valamit érzem, hogy már befejeződött. Persze, hogyha 15 perc után még éhes vagyok, akkor tényleg éhes voltam, és akkor nekiállok is újra eszem. Vagy pedig, és az is még nagyon fontos, hogy lepakoljuk az asztalt. Nincs a szobába semmi nasi, semmi kaja, szépen mindent elpakolunk, mert akkor tudattalanul is rájárunk, és nem egy szem szőlőt fogunk megenni, hanem addig csipegetjük, amíg az összes szőlőt megeszük. És a szőlő kell az agyunknak a pipa, hogy végeztünk, hogy siker, kész vagyunk, ezért... Így van. Cserhez kell folyamodunk, illetve, hogyha nasizunk, akkor az a legjobb, hogy nincs otthon nasi. Nem tartunk otthon nasit.
mert akkor az annak úgyse tudunk ellenállni, viszont hogyha mégiscsak azt mondjuk, hogy mégiscsak nasizok, akkor igen, akkor meg elkezdek nasizni, de azt ugyanúgy eszem, hogy odafigyelek az ízére, apró kis falatkákkal, kiélvezek minden kis morzsát, és akkor higgyétek el, hogy kevesebbet fogtok enni. Bűntudatnak nem szabad lenni, semmi esetre sem, mert hogy bűnt nem követünk el, mert az egyik nagyon kedves szakember ismerősöm mondta, hogy bűnt ugye csak az követel, aki tehát nincs benne a törvénykönyvben, hogy ez bűn, hogy nasizol. Igen. És ami nagyon fontos, hogy ha elkezdek egy életmódváltást, akkor abban vannak olyan szakaszok, hogy igenis, hogy leülök, elbukok. Ezt úgy szoktuk szemléltetni, amikor a gyerek megtanul járni, akkor rögtön nem az van, hogy felállsz, elindul, meg fut, meg minden, hanem ugye megtalálja, hogy mi az a helyes egyensúly, hogy ő föl tudjon állni és tudjon menni. Ebben a szituációban ő többször elesik, ugye. Van, amikor előre bukik, van, amikor opsira esik, valamikor jobbra dől, valamikor balra dől, de egyszer csak megtanulja, hogy kell rendesen menni. És az életmódváltásban is az van, hogy bent van a kudarcnak a lehetősége, és bent kell, hogy legyen, de ez nem baj, mert ilyenkor mit csinálunk? Úgyis akkor hagyjuk a francba az egészet, az egy úgy sem megy nekem, nem, hanem ilyenkor fölállok, és tanulok, és megyek, és csinálom, és hogy sikerek vannak, és tényleg, hogyha odafigyelünk ezekre a dolgokra, hogy akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, és hogy hogyan eszünk. Tehát van egy nagyon remek ilyen 1-10-ig levő skála, ahol be is tudjuk magunknak mérni azt, hogy ezt a folyamatot. Például gondoljuk el azt, hogy képzeletben, hogy ott van az 5-ös szám, akkor már még nem, tehát már nem vagyunk éhesek se, jól lakottak se, jól el vagyunk, megyünk lefele a 4-esen. A 4-esen már egy kicsit éhes vagyok, de akkor azt még tudom egy kicsit eltolni, és leérkezek a 3-as szintre, ott már ragyogóan tudok, ott már jó, hogyha nekiállok és eszem. Az a legoptimálisabb szint, hogyha még akkor sem eszem, lemegyek a 2-es szintre, akkor már igazából nagyon-nagyon éhes vagyok, már farkaséhes vagyok, és hogyha akkor jutok kajázni, akkor bizony kontrolláltanul eszem. Nem tudom magam kontrollálni. Az 1-es szint az meg az ugye a bőjt szint. Uh-huh. És akkor megyek fölfele, ugye, és 5-ös, 6-os, 7-es, a 7-es szinten már az van, hogy itt tökre, már most már itt jól laktam, 3/4 tele van a gyomrom, ez itt már meg kéne állni. De hát annyira finom, már annyira jó, és akkor a 8-as szintre megyek, mert még az éreszem. Meg lehet kielégít valami érzelmet, akkor hát ez az, hogy megesszük az érzelmeinket, és nem a gyomrunkra figyelünk, és akkor a 8. szinten akkor már érzem, hogy túlettem magam, ha megyek a 9. szintre, akkor már annyira jól laktam, hogy jön a kajakóma, tehát feküdnem kell, aludnom kell, mert annyira nagyon-nagyon jól laktam, és ugye a 10-es az már a bulimia. Tehát a lényeg az, hogy leválasztjuk az életünkről azokat a területeket, az ételünkről, bocsánat, azokat a területeket, amik evissel nem lakhatnak jól. Ilyenek az érzelmeink, a hiányaink, a hiedelmeink, a vágyaink, nagyon sok mindent rápakolunk erre a nagyon kellemes folyamatra, az evésre. De hogy a gyomrunknak a tiltakozását, azt ugye nem halljuk, hogy elég volt nekem, köszönöm ennyi, figyeljetek rám is, és nem lehet állandóan dolgoztatni a gyomrot. Az nagyon fontos, hogy egy 3 órás szünet meglegyen a táplálkozás között, és megmondom, hogy miért. Mert ugye, amikor igazán éhesek vagyunk, akkor a gyomorsavval előkészül a szervezetünk, hogy megemészi a táplálékot. De, és akkor meg történik a természetes folyamat, de ha össze-vissza eszem, akkor a gyomorsav az, meg ráeszek dolgokra, akkor a gyomorsav nem lesz olyan mennyiségű és erősség is, hogy kell, hogy legyen, és akkor olyan, tehát a feladatát se tudja ellátni, hogy azokat a baktériumokat, mikrobákat, stb. Fertőtlenítse, amit kell, átkerül így a táplálék a vékonybélbe, a vastagbélbe, felszívódik a vékony kis hártyán, bekerül a véráramba, és olyan betegségek is kialakulhatnak, amiket megakadályozhatnánk, hogyha ezt nem tennénk. Illetve ugye nincs olyan minőségű gyomorsav és mennyiségű gyomorsav, és
félig emésztetlenül átkerül a táplálék ugye a vékony és a vastagbélbe, vannak a puffadások, amit nem tudnak, hogy miért, és ugyan ezek gyulladásokat okozhatnak elő, a gyulladásokból meg tudjuk, hogy milyen komoly betegségek fejlődhetnek ki. Hát azért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, és abba segítek megtalálni mindenkinek egyénileg, hogy hányszor kell egy nap ennie neki. Tehát ezt ő saját maga fogja tudni. Ez nagyon egyedi, így van. És mennyi az adagja, és hogy egyen, és azokat a hogyan is nagyon fontos, ugye erről már beszéltünk, hogy nem össze-vissza futkosva, tényleg, ahogy te is említetted, a japánok is leülnek, megadják a módját, hogy hogyan esznek. Én azt hallottam, hogy Japánban például nemrég engedték meg, tehát nem közbotránkozás az, hogyha valaki a fagylaltot vagy a jégkrémet megeszi, mert egyébként ott nem lehet az utcán enni. És hogy mennyire egy kultúra függő az egész, például ugye Franciaországban is a francia hölgyek azok mindig ilyen csinosak, szépek, fittek, és hogy ők is megadják a módját, hogy kis adagokba esznek, nem eszik túl magukat, és hogy általában, igen, és hogy mennyire fontos az, hogy milyen közegben vannak, mert hogy átkerülni, olvastam egy olyan könyvet, amiben az írónő írta, hogy elment Amerikába, és ott élt mondjuk 2 évig, és hogy vékony volt, és ott pedig az ő szokásaikat követte, és annyira meghízott, hogy az apukája, amikor hazajött, nem ismerte meg. Tehát nagyon könnyen át tudunk venni szokásokat, hát a rossz szokásokat nagyon, a jó szokásokat, azokat nehéz beépíteni. De akkor ez jó hír, hogy át tudjuk programozni az agyunkat. Igen, az új szokásokkal, és hogy ugye a régi szokásokat is finoman kell levezetni. Nem tudom idézni szó szerint egy Mark Twain idézetet, mint egy jó vendéget, ugye, lépcsőfokokon szép finoman kitessékelni az életünkből, és egy új szokást beépíteni, hogy úgy tudjunk élni, hogy fitten, de hogy ez nem reménytelen. Odafigyelve egyáltalán nem reménytelen, és hogy azokat a pszichés dolgokat, amik rárakodnak az evésre. Például nekem volt egy olyan kliensem, aki válásgyász miatt jött hozzám feldolgozni a válási gyász, és szó sem volt az evésről, és úgy jött be, hogy egy kis gömbölyded volt, egy kis aranyos helyes kis gömbölyded volt, és hogy hát nem is hordott igazán nőies ruhákat, hanem a fiának a pólójába, meg minden, és így a segítő beszélgetések végére másfél évig járt hozzám. Egy idő után észrevettem már, hogy húha, ruhába jött a nevezzük beának, és hogy mennyire lefogyott. Egy szó nem volt arról, hogy ő mit táplálkozzon, hogyan táplálkozzon, hanem azzal, hogy ő rendbe rakta a lelkét, azáltal ő az evés is rendbe jött az életén. Talán ez egy kellemes végszó is. Illetve beszéltünk többféle kutatásról, és én nagyon-nagyon ajánlok egy könyvet, ez Brian Wensicknek az Evés ész nélkül, hogy miért teszünk többet, mint hisszük. Rengeteg izgalmas kutatás van benne, és nagyon könnyen, és itt pont mutatott te is, igen, itt van nálad, például ebbe volt a csirkecombos példa, és én sokszor elolvastam ezt a könyvet, és tényleg nagyon jól emészthető példák vannak benne, és nagyon érdekes dolgokra világítanak rá, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, hogy olvassák el. Mielőtt lezárnánk, én a végszó előtt szeretném egy picit megragadni magamhoz a mikrofont, mert ugyanis Anyát. Én onnan ismerem Csillát, hogy nekem a általános iskolai alsós tanítónénim volt, és én az elmúlt 30 évben nagyon-nagyon sokat gondoltam rád, és hálával és szeretettel, mert hogy annyira sokat adtál nekem abban a 4 évben. Jaj, nagyon sok önbizalmat, és nagyon sokszor gondoltam egyébként tényleg hálával rád, és szeretnék egy virágcsokrot adni neked. Ó, Anita, nagyon cuki vagy, nagyon köszönöm. Mert hogy nagyon-nagyon köszönöm azt a 4 évet, és így 30 évvel később is nagyon-nagyon sok szeretettel gondoltam rád, és nagyon örülök, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, köszönjük. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. De köszönjük. Sziasztok.